Sziasztok véreim, itt Hermiton, és azért jöttünk ma össze, hogy beszéljünk a türelmetlen 8 évesekről, amikor valamit kérnek, de nem is ígéretnek, csak kérték, és már azt mondják, na mikor lesz kész, mikor odaértünk, már ott vagyunk, már! Ott vagyunk, már Shrek, mikor lesz kész, hajrá, hajrá! Idegeskedem, nem vagyok ideges, jelm, és követelőzöm, csak kérem, és különben is jó van, akkor leiratkozóra rohadjál meg! Szóval nem kell idegeskedni. Amire a sors jogot ad, arra úgyis sor kerül. Amiről meg azt határozták az égiek, hogy nem történik meg, akkor hiába habzik a szád, vered a segged a földhöz, fröcsög a nyálad, és kaparod magad alatt a földet, mint az összes murcielágú, akkor sem fog megtörténni. De most, miért mur elemzése megtörténik? Shit fucking lies. Hát akkor emberek, türelmetlen kisgyerekek, sírós nyavajgok, elkényeztetett hülye palánták, félkarú félagyú csemeték, gémerek, nubok, barátaim egybegyűltek, örvendjünk, megérkeztek a 20 000-es sebzésütők, akarom mondani, íjászok, shit fucking, 50-es íjászt komolyan, aki egy kicsit is beképzelt volt, már nem vitt csapatba, hát egy hülyék is voltak a saját karakterükhoz, át kettő, de régen nem volt olyan sebzésük, amire méltán számítani lehetett volna, és akkor mi történt? What happened? La 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 la. Megérkezett ez a félesztő. Mi nem marra? Hihetetlen. 20614 a teteje. Nem tudom, szerintem így be is lehetne fejezni a streamet, nézzétek meg ezt a képet, állítsátok meg a videót, bámuljátok meg, csukjátok be a böngészőt, azt menjetek ki a térre vagy a rétre játszani, mert hát most mindenki is tovább lesz az egészet folytatni. De ugye, a videó előtt maradtátok, én megfolytatom a pofázást, hogy rájöjjetek, hogy szóval. Hát ilyen 17-18 ezeres átlag, egy 78-as speed, 66%-os crit mellé 367 crit sebzés. 3 másodperc alatt 7 robbanónyil, ami egyszerre töri a, ugye, a védelmet, a ellenállást, és mindegy 200 000-et sebez zölddel. Nagyjából ezek a tények, és akkor nem is tudom, mit tehetnék még hozzá. 16k élet, hogy megnapusztuljon, 50% védelem, ilyen 45-48-53-as ellenállásokkal. Igen. Nem tudom, kinek van még hozzáfűzni valója kérdése. Ugye? Ugye? Tehát nincs tovább. Na, no more question, gyerekek, kész, ez az. Nem egy tényleg normál Hered úr tizenvalahány meg ilyen másodpercekről beszélni. Mi van? Egy magi az alatt dob egy őrt, és hátradől egy megsebhez, barátai. Pontosan ennyi történik. Jó, megyünk tovább, nem érdekel semmi, megnézzük. Tessék, itt van a raknapú kerül lecsadért értékekkel, full crit sebzésben. Így. És még mellette ugye ott van a méreg ellenállás. Speed. Mit akartok még? Ellenállás, életerők, sebzés. Mi kell még? Mi kell még? Bearak. Tessék, egy bearak öz. Ott azt ugye telerakta az egy-egy sebzéses övvel, belekraftolta, maradt villám ellenállás és krit. Mi kell még? Fönt az ellenállás, életerő, sebzés. Tessék, ennek a tárgynak effektíve 9 sora van. Értitek? 9 sora. Vágjátok, hogy mitől lesznek ezek a karakterek, ilyenek a craftolt karakterek? 3 felső sor, 4 berakott sor, és 2 ez a sárga sor. Önmagában annyi, amit egy 50-es karakter összesen kapott értéket. Nagyjából erről beszélünk. Mortis halálpecsétje, ami ugye egy gyönyörű tárgy. Crit sebzést a 12%-ot, ugye még 39% sebzés, 4,3. Magasabb sebzés. 10% speed, 866 crit, 380 ellenállás, 64 sebzés. Egy 60-es szintre felhúzott. Mintegy 18, majdnem 19 millió rúnát összeállított. Gyönyörűséges gyűrű. Mi kell még? Úristen, ez önmagában képes lebontani egy falat. Tehát értitek a averziómat a dolgok ellen? Hogy Na, szóval igen, és akkor ebben kettőnek kell lennie, mert ez picit másabb, de azért igenis, de már belettek cserélve az értékek, ugye. Speed az benne marad, de egy kicsi sebzéses verzió lett cserélve, hát úgy érezte, hogy többet ér, mint ez a kevés sebzés, amit ad,
és valószínűleg igaza is van, itt is ugye meghúzva. Yes, ezt már láttuk, miért mutatod meg még egyszer? Na és akkor jöjjön egy sigi fegyódísz, ami 4 darab sárga soros max 2-es érték, ami azt jelenti, hogy 60, egyszerűsítek, majdnem 120% magasabb krit érték. Tessék, teli van verve csodálatos krites kövekkel, és még az 1121 önnön kritjét is felszorozza természetesen. Plusz még a Sigi szedből származó plusz 310 krit. Ja, hát így jön ki a hatalmas krit. Még nagy ilyen is, gyerekek. Hát ehhez nem kell más, mint hihetetlen sok munka. És akkor itt van a fegyó. Egy hírnök fegyó. Egy csak átpörgök ezen a képeken, mert nem nincs mit mondani. Tehát amely karakter így van összenek, abban van 2 millióra far. A pénzben nem tudom mennyi, állítólag semmi. Nehezen hiszem el, de legyen igaza. Tessék, itt is a fegyós sebzések, ugye egy 60-as sebzés, és akkor ennél a tárgynál való sebzések, az ilyen majdnem 197%, mint nem is számom össze, és érdekel. Értitek? Végtelen plusz végtelen sebzésekről beszélhetünk ebben a karakter. Hopp, azért egy királyi rubin már befigyel. Ugye, hogyha jól látom, a másikat nem tudom, hogy királyi az átváltotta, de ezeket a rubinokat, meg ezeket a köveket én pici, de így meg nem lenne így milyen fogdam, csak kis nyomorék szarú rajzot értéktelen háromszög grafikákra. Na, szóval visszatérve ugye, és a hírnök szett ugye, és akkor hálót eldobja, és akkor 3 másodpercig 150%-ra nő a sebzésed, robbanónyílt ingyen lehet lőni, magas speeddel előz belőle egy 6-ot, 7-et, 8-at, 3 másodperc alatt, ha robbit tettél, akkor valószínűleg 1 millió fölött fognak, de valószínűleg 2 milliót is sebezni. Darabja, barátom, darabja, ezt tudjátok, mit jelent? 10-12 millió kiosztott sebzés 3 másodperc alatt. Ezt most ízlelgessétek egy darabig, üljetek le a sarokba, és gondoljátok végig, hogy mit mondtam. 3 másodperc alatt 10-12 millió kiosztott sebzés. Vágod ezt? És hogyha a elég gyorsan tölt vissza a hálója, ezt mondjuk percenként 2-3-szor meg tudja csinálni. Jó, hagyjuk is. Nem vagyok hajlandó asszisztálni ebben a kérdésben, nézzük a Heredú sapkát, telirakta krit értékkel, tessék, ott tartunk, hogy már elérte hihetetlenül egy sötét fejes krit értéket, plusz még egy 10% sebzés sikerült bele csempészni, azaz egy non plus ultra, hihetetlen, csodálatos, fantasztikus és értelmetlen erős fejest kapott, amiben még van 10% állítási erő, bár most állítással szem nincs, de halálos szúrás által okozott sebzés még növelve, csak úgy, mint izé, és még 800 védelem, 700 élet 27 sebzés, tehát nem tudok erre tárgya semmit mondani, így önnön magában végtelen, túl erős, túl jó, és nem érdemli meg ez a félecű, de nekem még megdolgozott érte. Igen, akkor itt pedig a sötétség szárnya egy érintetlenül hagyva 411-t, majd gondolom egyszer ez is beleszerúnázva. Osz, jó van! Ugye, ez csak úgy van önnön magában. Na, akkor egy sigiruha, nézzük azt is. Ugye, ez végig rakva végtelen a sebzéssel, hatalmas sárga soros a védelem, illetve illetelőpont sebzés, plusz jégenállás, plusz adrenalin, gyorsabban lesz, hogy legyen konci gyerekek, plusz ugye, maga adrenalin aktív, és akkor még van az a villámcsapás, ugye, ami hol vízer, hol villámcsapás, ott tudjuk melyik azt, itt villámcsapkod, mint az állat. Hát gyerekek, aki ijászt akar építeni, és hosszú távú tervei vannak, tehát nem csak ilyen havonta egyszer belépek egy órára, az nézze meg 400-szor ezt a videót, jegyzeteljen le minden értéket, nézze meg, hogy mit kellett, hogy kraftolni, mikor kraftolni, nem kraftolni, megkraftolni, kikraftolni, bekraftolni, és hát szerintem, ha ezt lekopízza ezt a karaktert, akkor eljövezd. Speedes kesztyű 31 sebzéssel, ja, hát ez is valami olyan darab-darab, az a 31 sebzés, az inkább csak szórakoztatás. Szerintem ezt újra fogra kraftolni a mester majd egy 4 speedes kesztyűre, és akkor onnan még azért még undorítóbb lesz. Az a 31 sebzés messze nem jelzik, hogy nem tudom, hogy egy 7%-ot speed még. És akkor, ja, hát igen. És akkor egy csizma. A csizmába pedig ugye maradt. Ez egy jó kis eredeti csizma, Karambossz eredeti csizmája 15% kritikus sebzéssel, és futás és védelem, mi kell még? Ja, és akkor két kis kavics
nincs benne. Na hát akkor térjünk is vissza, én azt mondom, hogy itt a ruha, és a fegyódísz, na, tetességéből a fegyódísz, ami borzalmas, tehát az zseniális, már lett megcraftolva. Arra nem lehet most minden Morty halálpecsét, az öv, nem, mondom, az öv lett még, ami nekem nagyon betalálós, hát ez hihetetlen, ez valami rettenet. Mi az, ami még? És akkor a fegyó. Szerintem még idézzünk el egy kicsit a fegyvernél. Hát én azt mondom, igen, ez az, amikor te valamit akarsz az élettől. Ez az, amikor te valamit akarsz az élettől, és ezt meg is valósítod. Jó, nem tudom, tehát, hogy mit lehet erre mondani. Mi az, amit, hát akkor bámoljuk meg ezt. Tessék. Jó, voilà. Véreim, megtörtént, amire nem számítottam. Hát igen. Én erre azt mondom, hogy Isten hozott nálam. Ja, igen, ilyenkor egy picit irigykedik az ember. Nem tudom, hogy miért. Igazából, hogy miért irigykedem, hogy nekem nincs ilyen. Nem azért. Azért, hogy nem fogok építeni ilyet soha. Nem azért. Egyszerűen csak azért, hogy létrejöhetett. Értitek? Ez olyan, mint az egyiptomi piramisek megépítése. Na hát. Ez csak egy létrejöhetett. Tényleg létezik ilyen. Biztos, hogy megvalósítható. Esküszöm. Na minden. Szóval ezek a gondolatok jártak a fejemben, mikor ezt annyit mondtam valam. Ja, legendás tárgyat nem visel, hanem csak egyedit, és a legendások értékei pedig benne. Ez az 55-ös új iránya. Ért mondom, ezt a videót nem csak az érdemes tanulmányozni, milyen mérmúr, hanem azért, hogy ti milyenek lehettek. Ötleteket lehet belőle meríteni, azt mondom. Van egy kis sütnivalója, az átnézi, átelezi, és azt mondja, áhá, tudom, hogy merre tudom. Na. Hát, neked még múlva nincs már dolgod, mint engem mindenhol, hogy én is erős legyek. Köszönöm. Na, szóval köszönöm, megnéztétek a videómat. Véreim, keressetek a facebook.com/hermitvon oldalon, a YouTube-on, ezen a csatornán, linkgameshermitvon, illetve nem sokára a Blue Gamer Streamer csatornán. Valamint természetesen a Lady Sabrián is megcsodálhatjátok tekintélyes tehetségemet ladysabrina.atv.hu oldalon. Iratkozzatok fel, ne felejtsétek el, 3000-nél és 5000-nél is, mint feliratkozó. Sok-sok ajándékot fogunk adni, hiszen tudjátok, gamer headsetet, gamer egér billentyűzet szettet, illetve 10 000 feliratkozónál a nyeremény egy számítógép. Egy gamer számítógép. Na. Köszönöm, hogy megnéztetek, jövök még, úgyhogy nem ússzátok meg. Csővász, csőpacsi. Sziasztok!